Azt gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy a csapatok egymásra fociznak, hanem egy jó ügy értelemben a csapatok egy nagy csapattá válnak, majdnem azt mondanám, hogy egy nagy családdá, egy közös cél érdekében. Romhányi Károly Gerjen polgármestere és az elszármazottak a Vidékért Egyesület szervezésében került megrendezésre a gerjeni jótékonysági 3000-es labdarúgó torna. A polgármester a közelmúltban fiával a szekszárdi gyermekosztályon járt, és ekkor fogalmazódott meg benne az adománygyűjtés gondolata. Gerjen a szervezés során a jótékonysági célon túl fontosnak tartotta, hogy közösségformáló ereje is legyen az eseménynek. Gyakorlatilag ugye a meghívás az alapvetően inkább azt mondja, hogy ilyen atomenergetikai szegmensből érdemes, hiszen a Paksi Atomerőműnek az öreg fiúk csapata, bár így elnéztem egy-két játékost, az öreg fiúknak nem nevezném őket, mert fölveszik velünk a verseny bőven, én azt gondolom. A Paks 2-től, illetve a Rosszatom részéről jöttek el egy nagyobb delegációval, úgyhogy én azt gondolom tapasztalatcserére is lehetőség nyílik itt a reggel folyamán. Én nagyon örülök, hogy vezetők közül is szép számmal jöttek el, ez meg azt gondolom, hogy ránk nézve nagyon hízelgő volt, hogy ezt a rendezvényt meglátogatták. Én tényleg abba bízom, hogy most egy közös sportélménnyel, hogyha jövő héten, két hét múlva, három hét múlva leülnek egy asztalhoz, akkor egy jót mosolyognak, hogy adott esetben a vizes füvön ki mekkorát csúszott el, vagy ki mekkora gólt rúgott. És én tényleg látom azt, hogy ölelkező embereket, mindenki boldog, tehát én nagyon bízom benne, hogy a közösség formálóra is lesz. Összesen 8 csapat futballozott a jó ügy érdekében, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Tolna megyei önkormányzat, a településvezetők, a vállalkozók, a Paksi Atomerőmű, a Paks 2 és a Rosszatom leányvállalata az ASEA-t pályára. Orosz emberek amúgy is nagyon szeretik a sportot, a hokit, focit. Nem volt nehéz összeszedni a csapatot, mert a kezdeményezés miatt mindenki lelkesen támogatta ezt a kezdeményezést. Mi a csapatban 8-an jöttünk össze, 6 plusz 2 cserével, kiváló minden. A résztvevők az első hívószóra jelezték támogatásukat, hiszen mindannyiuk számára fontos a gyermekek sorsa. Én úgy gondolom, hogy minden cégnek, aki valamilyen társadalmi felelősségvállalásban is gondolkodik, kötelessége, hogy az ilyen programokon részt vegyen. És hát nyilvánvaló, hogy ahogy a Paksi Atomerőmű itt az elmúlt 30 évben ezt maximálisan és szerintem nagyon jó teljesítette, mi is elindulunk ezen az úton, Paks 2. A gyermekeket légvár és kézműves foglalkozás várta, a nézőket pedig az Orosz Kulturális Központ gyermekcsapatának műsora szórakoztatta. A rendezvény zárásakor minden csapat megkapta oklevelét, és átadták a több mint 650 ezer forintos adományt. Hát nagyon nagy örömmel fogadtuk, mert sportról van szó, a gyerek ellátás érdekében. Ugye a sport az egészség megőrzés, meg a gyógyulás elősegítése szempontjából is nagyon fontos. Harangi Ferenc, a szekszárdi gyermekosztály osztályvezető főorvosa, az átadást követően elmondta, hálás az osztálya lehetőségnek, és a legjobb módon fogják felhasználni ezt az összeget.